Piros a vér a Pesti utcán, eső esik és elveik, mossa a vért. 1956 hőseire emlékezett a Turcoporti Város Magyarsága a Munkácsy Mihály Magyar Házban. A 66 évvel ezelőtti eseményeket a Szent István Római Katolikus Líceum és a II. Rákóczi Ferenc Középiskola diákjai zenés-irodalmi összeállítással idézték meg. Tarpai József, a Munkácsy Mihály Magyar Ház igazgatója elmondta, a jelenlegi háborús helyzetben a helyi magyarság még mélyebben érzi át az 1956-os szabadságharc és forradalom történéseit. Én azt gondolom, hogy nagyon aktuális ez a nemzeti ünnepünk, hiszen ebben a háborús helyzetben azt gondolom, most tudjuk a legjobban átélni azokat az eseményeket, és hogy mit érezhettek akkor a szabadságharcosok. És én, ahogy elmondtam a köszönet beszédemben is, hogy én azt gondolom, hogy a mostani pedagógusok, illetve tanárok, diákok 56-os hősök, hiszen aki ilyen körülmények között tud tanítani és járni iskolába, és itt maradt Kárpátalján, én azt gondolom, ez a jövő záloga, hogy megmaradjunk, és hogy a magyarság szabad legyen, és egyáltalán, hogy fennmaradjon itt Kárpátalján. A diákok előadásában elhangzott versek és dalok felidézték az akkori eseményeket. Elmondásuk szerint a magyar nép mindenkori szabadság vágya ma is útmutató számukra. Pár héttel ezelőtt megkértek engem, hogy lennék-e az egyik műsorvezetője ennek a megemlékezésnek, és teljes örömmel fogadtam el ezt a lehetőséget. Fontos, hogy megemlékezzünk erre az eseményre, mert most is mondhatni, hogy aktuális. Úgy érzem, hogy a magyarokban mindig is megvolt a szabadságvágy, és erre büszkék lehetünk, és most is fontos, hogy megmaradjon bennünk. A jövőnk szempontjában nagyon fontos a szabadságvágy, hogy az a kisebb közösség még nagyobbá váljon és megmaradjon számunkra. Itt bármelyik területen, akármilyen közösség legyen, de magyar legyen és megmaradjon. Ötleteik is benne voltak ebben a műsorban, az előadás módban. A dalokat is mindahányszor, minden próbán nagy élvezettel és nagy örömmel énekeltük, adtuk elő, gyakoroltuk közösen, és ahogy én is, ugye gyereket, kis szívüket, lelküket beletették ebbe a műsorba is. Természetesen ez nem jöhetett volna létre, hogyha a liceum szervezőpedagógusa Punic Adrián és az iskolának is a szervezőpedagógusa igazgató helyettesei nem lettek volna partnerek ebben, ugyanis ők kísérték át ide a próbákra a gyerekeket, ők osztották ki a verseket, beszéltek velük. Mi, a Magyar Ház, összefogtuk ezt az egészet, és helyet adtunk ennek, és lehetőséget adtuk, hogy ez megvalósuljon.